Ilyen videóinterjú lesz? Igen. Interjú! Na, ez az, meg vagyunk. Köpködünk is mindig. Meséljetek arról, hogy készült a vizuál, a Voice of Nature fesztivál vizuálja. Hogy is mondjam? Idejöttél hétfőn. Hétfőn idejöttem, kiköltöztem az erdőbe, és neki álltam így rajzolgatni. Három napig rajzoltam, és utána így kijött egy forma, és azt felraktam a színpadra, és drága Sombor barátomat, aki technikából sokkal jobb, mint én, oda raktam, hogy meppelje be. Szedje ki szépen a köröket, hogy csak oda meppelje, oda vezítsünk, ahol kell. Kb. Ennyi. Nekiálltunk projektorokat pakolgatni is, szerelgetni is, állítgatni is. Nagy örömünkre kijött, hogy az egyik projektor befogja az egész falat. Milyen magány, be is meppeltük, aztán rájöttünk a következő nap, hogy oké, de kell az a projektor egy másik helyre. Hát a színpadra. Ja. Úgyhogy átszereltük, oda súlyra meppeltük a házat, de jól néz ki még mindig. Ja, és csak mekkora munka volt? Hát ilyen 6-8 óra. Körülbelül. Hát a Resolume-ot használjuk mind a ketten. Ez egy... VJ program. Hát egy VJ program, ami tényleg mappinget és bármit meg tudsz csinálni. Hogyha ugyanúgy kattintasz rá, akkor sem ugyanazt csinálja, vagy nem tudom, nekem legalábbis soha nem azt csinálja, amire számítok. Mindig valami nagyon jó jön ki. Mindig valami nagyon jó jön ki. Ebből a szempontból mondhatjuk azt, hogy a vizuál ez egy ilyen remix művészet, tehát hogy... Hát ez egy nagyon remix szinte művészet. Igen, az művészet. Egy az egyből. Ehhez hasonló. Hát egy, nem. Ehhez hasonló nincs. Nem létezik ehhez hasonló. Ez, amit ide csináltunk. One and only. Ez amúgy tényleg. Az a forma, ami ott van a színpad környékén, az csak ide készült, és szerintem csak itt lesz látható, és csak ebben az évben. Mindenki úgy alakítja ezt az egész fesztivált, hogy neki jó legyen, tehát, hogy, és tényleg így van. Tehát, hogy mindenki azt csinál, amit akar, úgy, hogy közben másokat nem bánt. És ez olyan szép és ilyen tökéletesen kiforrott dolog, hogy nem kell ezt mesélni. Tehát mindenki egyből tudja magát. Tehát ilyen... Nagyon magát. Na jó. Van olyan dolog, amit el szeretnétek még mesélni, vagy meg? Csani a legkirályabb ember a világon, bazd meg. Egyetértek. Megcsinálta ezt. Köszönjük, hogy hívott, és big up, Csani. Ezt. Ennyi. Keep up the good work, jövőre találkozunk. Hát, hogyha nem, akkor egy jegyet veszek. Ja, kifizetem, biztos. Kifizetem a jegyet jövőre. Biztos. Ennyi. Ez egy ötlet. Perc, megkapták a cipőidet. Nem az én cipőm. Oké. Nem az én, it's not mine, man. But thanks. Hát ez benne lesz, fiúk. Nyugodtan simán bármi.